Hogyan került kapcsolatba magával az írással? Hát épp azon meditáltam, hogy mindig azt szokták mondani, hogy a prózai meg a költői munkák azok később születtek meg, mint az esszék vagy az irodalomtörténet. De ez nem igaz, mert utána néztem már 1976-ban, jó régen volt egyébként, másodéves koromban már publikáltam verset az egyetemi lapokban. Úgyhogy régóta. Hogyan fejlődött ki a saját írói stílusa? Hát erre gondolom nehéz válaszolni. Nem tudom. Ez egy egyszerű dolog. Úgy alakult a dolog, hogy vannak az ember életében alapvetően meghatározó szerzők. Nyilván ezek a szerzők mintákat jelentenek, és ugye az azért hozzátartozik, hogy mit tud az ember önmaga számára a mintákból elsajátítani, illetve hogy milyen hatások érik. Irodalmi hatásokról beszélünk természetesen, hát amellett pedig ugye a legfontosabb dolog az, hogy magyar nyelven ír az ember, és aki magyar nyelven ír, az ugye Arany János nyelvén ír, Kosztolányi Dezső nyelvén ír, tehát ezek meghatározzák az ember világát. És mondom még egyszer, hogy milyen találkozások vannak, hát például, hogyha a kisvárossal vagyunk kapcsolatban, meg a városról írok, akkor a monarchikus meg a magyar irodalomnak egy hatalmas nagy tartománya foglalkozik a kisváros világában. Kicsit térjünk át a mai műre. Igen. Milyen helyzet ennek a témájával, és miért éppen ezt választotta? Hát igen. Hát hosszú idő óta írom ezt a művet egyébként, aminek ez most a mostani kötet is egy eszenciája. Már jelentek meg előtte prózai művek ebben a témában. Nagyon egyszerű a dolog, az ember odaszületik egy városba, nem kell tovább mennie, mert mindent ennek a városnak, meg a élménynek a szemszögéből néz. De ezt már elmondom egyébként, hogy azért hidegház, mert ugye tudjuk, az a temető ravatalozója, és első hallott a nagyapámból 6 éves koromban, és megragadott a dolog, és mindenki végül is az életének a végét, ugye, vagy az életét ott fejezi be a hidegházba. Ez összegyűjt minden számomra a városból, meg a én világomból. Ha jól tudom, akkor 3 különböző kanizsára osztja fel a műben a várost. Ez mit is jelent pontosan? Nem, az egy másik műbe volt, igaza van egyébként. Itt most egy másik másik tárgyalási mód van. Persze, természetesen volt egy könyvem a Sörös meg az Olajos városról. De ez nem, ez egy másféle könyv. Itt a városról van szó, a város történet, a 60-as, 70-es évek történetéről, és a családtagjaimnak a haldoklásáról, illetve meghalásáról, a hidegházról. Akkor lesz még ennek folytatása, illetve mik a jövőbeli tervei? Igen, írom a folytatását természetesen, mert ez a szöveg, ami most megjelent, ez a könyv, ez egy eszenciája voltak éppen egy 6-700 oldalas kéziratnak, de úgy láttam, hogy az nem megfelelő még az egész publikálásra, abból nagyon sok rész természetesen jó. Folytatom, úgyhogy feltételezhetően 25, nagyjából egy év múlva fogom befejezni a kötetet, ami vastagabb lesz is egyébként ennél. Hát szintén a városról szól, meg a gyermekkorról szól, azokról az alakokról, akiket megismertem. Aztán tovább megyünk természetesen, mert a 70-es, 80-as évek, tehát ilyen értelemben tágul a kör, de gyakorlatilag mindent megpróbálok azokon az élményeken keresztül nézni, amelyek értek engem 18 éves korom, míg itt a városban, meg utána is természetesen. Úgyhogy lesz folytatása a dolognak, ez a nagy kanizsai szőtesnek ez egy újabb darabja. Először az íróról beszélgessünk egy picit, miért különleges ő és fontos irodalomtörténeti szempontból? Hát Nagy Kanizsa szempontjából mindenképpen azért, mert Kanizsának a szellemi kulturális erejét jelzi, hogy még a lokálpatrióta elszármazottai is kiváló írók lettek. Szakolcai Lajos irodalomtörténész mellett kiemelhetjük Bánki Évát, akinek az Esőváros mellett, ami Nagy Kanizsáról szól, most jelenik meg a könyvhétre egy új regénye, az Apja lánya, és kiemeltjük Moévé Lajost is, aki hát szinte az egész életműve nagykanizsai gyermekkorról, itteni kötődéseivel foglalkozik.
nem a tudományos, hanem a szépírói életműve, és ennek talán az esszenciája, vagy a legjelentősebb teljesítménye az a kötet, amiről ma fogunk beszélgetni, vagy amit ma fogunk bemutatni. A Kanizsai Hidegháznak valójában mi a mondani valója, illetve különlegessége, amit az emberek megértetnek belőle? A Kanizsai Hidegház, ugye tudjuk, hogy a Kanizsai Hidegház az a temetőnek a ravatalozója a köznyelvben. Ennek megfelelően ez egy gyászmunkát jelez, azzal foglalkozik, hogy az a család, ami a Rózsa utcát belakta egykor, Lajos nagy családja a gyermekkorában, a szomszédok, a rokonok, az ismerősök, azok hogyan fogytak el annyira, hogy egyre kevesebb szál kötötte már őt ehhez a városhoz. Aztán ez persze egy másik történet, hogy ezek a szálak ezt követően hogyan erősödtek meg újra, tehát hogyan talált ő vissza Nagy Kanizsára, de ennek az első részével foglalkozik most ez a könyv, tehát a szomorúbb része, mondhatjuk azt is, illetve ő is így jelölte meg a műfajt, hogy tanatológia. Azért ez egy elég nehéz téma. Mennyire érdekli ez az embereket, mennyire tudják befogadni? Hát én azt gondolom, hogy a szerelem, a halál, a születés, vagy inkább azt mondom, a születés, a szerelem, a halál, hogy végigvegyük a fontosabb, nagyobb érzelmeket, ez mindannyiunk életének része. Ha nem beszélünk róla, akkor is jelen van az életben, és megkerülhetetlen. Mindannyiunk veszített már el családtagot, rokont, ismerőst, és ugye mindannyian éreztük, hogy ezt nagyon nehéz feldolgozni. Talán a kötet abban is segít egy kicsit, hogy ő nagyon őszintén leírja, hogy az ő részéről ezek a dolgok hogyan történtek, hogyan ment végbe az édesanyja, vagy az édesapja, ugye a két legfontosabb, a bátyja, tehát az unokatestvére, tehát szorosan a személyhez, a személyiséghez, a családhoz kötődő embereknek az elvesztése. És hát egy kicsit, hogy is mondjam, ugye nem egy fiatal íróról van szó, nyilván ez is már egy felkészülés arra, hogy majd egyszer neki is szembe kell nézni az elkerülhetetlennel. A gyászmunka erre is felkészít, ez a könyv erre is felkészít, szóval ez egy nagyon erős, mondani valójú, nagyon kemény kötet is, de ugyanakkor van benne csomó olyan szeretnivaló momentum, amire a kanizsaiak, különösen az idősebbek, mondjuk mosolyogva gondolhatnak vissza, például, hogy annak idején ugye hoztak egy bálnát ide a főtérre, és az micsoda látványosság volt, vagy a cirkusztak az oroszlánya, amit a kanizsaiak féldisznókkal etettek annak idején. Tehát vannak benne kedves részek is, kicsit oldják ezek ezt a szigorú és talán kicsit szomorú mondani valóját a kötetnek. Hogyan fog zajlani a beszélgetés, más témákat is fognak érinteni? Hát most alapvetően kifejezetten a könyvről fogunk beszélgetni. Nem tudom még én sem, majd ez általában úgy szokott lenni, hogy közben alakul a dolog. Polgármester úr mond majd egy köszöntőt, és aztán beszélgetünk Lajossal. Hát ugye nagyon régi barátok vagyunk, és én több könyvéről is írtam, sokkal foglalkoztam, úgyhogy nem lesz nehéz, majd kérdezek, aztán valamit mond rá.